Sok szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket, vendégeinket a délutáni órában. Isten nevű dicsőítésére énekeljük a 91-es számú éneket. 91.
Sok szeretettel köszöntelek, drága testvérem, az Úr Jézus Krisztus nevében. Szeretnék rövid lenni ezen délutáni órában, de viszont sokat is mondani. Na ezt hogy lehet? Először is szükségem van három segítségre.
ki meri bevállalni, az alapszövegünket, lehet fiatal, lehet idős. Ezt az alkalmat kihasználom arra, hogy még gyermek voltam, valamikor így kezdődtek a prédikációk, hogy kiosztották a Biblia szöveget, hogy mindenki kapcsolódjon bele. Az elsőt megtaláljuk, a második Mózes 32. fejezet első versét. Kivállal egy gyors jelenkezőt, kérek szépen. Igen, köszönöm szépen. Hát, a második pedig, harmadik Mózes 10. fejezet első és második verse. Megint egy gyors jelenkezőt, kérek. Tegyen fel a szemüveget. Igen. Tehát harmadik Mózes, 10. fejezet, első-második verse. És a harmadik szöveget a Dániel könyvében találjuk. Megvan. Dániel 3, 24-25. Tegyen fel a szemüveget, hogy lássak egy hirtelen jelenkezőt. Igen, megvan. Köszönjük szépen. Hát ketten összehoztok egyet. Tehát második Mózes 10:1-2, harmadik Mózes, jaj, picit, második Mózes 32:1, harmadik Mózes 10:1-2 és Dániel 3:24-25. Miről is szeretnék beszélni a délutáni órában? Megegyeztünk abban, hogy a történelem ismétli önmagát. Így van? Ismétli önmagát a történelem? Na rájövünk mindjárt, egy újabb bizonyíték. Kezdjük is akkor mindjárt az első szöveggel, amit alapul szeretném, hogy abból kiinduljunk. Igen. Így kapásból, amikor elolvasok ezt a szöveget, mit veszünk ki belőle? Mit értelmezünk ebből a szövegből? Tessék? Egy feldult népről, igaz? Fel van dúlva, hát hol van? Hát hol van? Ugye? Felterülik a kérdés. Ezt átfordítva, hol van Mózes, nem? Hát nem tudjuk, hol van. Ugyan kérdés, hol van Mózes? És hadd maradjunk ennél a kérdésnél, hogy hol van Mózes. Nem arról szeretnénk beszélni, hogy a nép fel van dúlva, hanem arról, hogy hol van Mózes. Ez a kérdés feltevődött abban az időben, amikor még Mózes élt, igaz? Vajon napjainkban ez a kérdés nem érvényes? Csak a különbség az, hogy nem Mózes, hanem hol van az Isten. Ha bekapcsoljuk a tévét, eléggé sűrűn beszélnek erről a kérdésről, hát hol van az Isten? És elkezdik magyarázni az ő felfogásuk szerint. Mi hogyan történt, miért történik az, aminek, ami történik napjainkban, és feltevődik a kérdés, hogy hol van az Isten, hogy mindezek megtörténnek, mik történnek meg napjainkban. Mi történik meg napjainkban? Embertárs az embertársat kisegíti, igaz? Bátorítja, felemeli. Tessék? Ó, testvérem. Na, ennyit a prédikációról.
Drága testvérem, ha mindezek megtörténnek, hogy te szereted a te fele barátodat, akkor nem kell kérdezni, hogy hol van az Isten. Nézzük meg, két példával szeretném ezt alátámasztani. Egy negatív példával, amit ugyan nem nagyon szeretünk, nem szeretjük a negatív dolgokat. Igen? Vagy hozzá vagyunk szokva? Mikor jön a postás, hoz két hírt, egy jót meg egy rosszat. Na mi lehet a rossz? Ha nekem a rossz az, hogy na már megint fizetni kell. Fizetni kell. Itt mindig csak fizetni kell. A jó hír? Hát az nem nagyon jó, hogy nyertél. Vagy kapsz. Nem nagyon jön. Fizetni kell. Nézzük meg, drága testvéreim, hogy mivel fizetett Dátán és Abihó. A harmadik Mózes kérem szépen. Hogy létezik ez, drága testvérem? Főpapok, akit az Isten kiválasztott, és az Isten jön, és megemészti a tűz által. Mit tettek ezek az emberek? Hát felszentelt emberek, nem? Úgy olvasok? Úgy van előadva nekünk? Miért emésztette meg Isten ezt a két felkent főpapot? Miért? Lehet, hogy ők is pont ugyanazt tették, amit mi. Hát miért pont úgy kell, ahogy Isten kéri? Hát miért kell annyira szigorúnak lenni ahhoz a valláshoz? Nem? És egyet gondoltak, gyere tesó, most kedvünk van egy idegen tüzet az Úr elé hozni. Holott Isten megparancsolta, hogy nem lehet másképp csak, ahogy én megparancsoltam, hogy cselekedjetek. Feltevődik a kérdés, hol van az Isten ilyen helyzetben? Hol van? Nem látod. Miért? Mert kielégíted a te önvágyadat. Te jobbnak látod a dolgokat, mint ahogy Isten meghajta azt, hogy cselekedjem. Drága testvérem, ha egyszer Isten valamire felkent, akkor nem élhetek és nem cselekedhetek más egyebet, mint ahogyan Isten megtanított arra. Egyetértünk? Én nem vagyok méltó arra, hogy Biblia szövegeket cserélje ki, mert az nekem nem teszik, hanem ne legyünk már épp olyan szőrszálhatosogatók, hanem lehet ezt így is. Igaz, hogy nem lehet? Nem lehet. Hol van az Isten? Talán lehet, hogy mi is belefáradunk néha abba, hogy várjuk az Istent. Hát mikor jön már el? Hát hol van az Isten? Hát miért kellett keresztül menjek ezen és ezen a próbán? Ugye? Hát miért kellett összetörjem a kocsit? Mire való volt ez az accident? Vagy sorolhatnánk más egyebet? Vagy miért kell szenvedjek és átmenni nem tudom hány és hány operáción? Hol van az Isten? Nem egy idő után feltesszük ezt a kérdést. Nem? Nem tesszük fel? Mi türelmesek vagyunk? Drága testvéreim, sajnos megtörténik az, hogy
feltesszük a kérdést. Hol van az Isten? Meddig tudja még tűrni? Meddig bírja tűrni még világunkat? Amikor csak a bűn, a szenvedés, a fájdalom, a halál uralkodik ezen a földön. Nagyjából ennyit a negatív dolgokról. Azért vannak bátorító példák, pozitív példák, amikor elolvassuk a Dániel könyvében, ki kapta a Dánielt? Légy szíves, olvast fel nekünk. Köszönöm szépen. Ez a Biblia szöveg teljesen az ellentétje az előbbinek, a negatívnak, igaz? Miért? Drága testvérem, ez a három fiatal ember, aki itt fel van sorolva, milyen élettel rendelkezett? Tessék, ismerjük a történetet, nem? Milyen élettel rendelkezett ez a három fiatal ember? Nem voltak kapkodósak. Nem nagy erre vigyünk idegen tüzet, hanem türelmesek voltak, és ahogy megtanulták, úgy éltik az ő életüket. Igen? Ebben a szövegben mi üti meg az embert a legjobban? Mi történt Nabukodonozorral? Amiután bedobták az égő kemencébe ezt a három fiatalembert. Hogy van feljegyezve? Mit csinált? Megijedt, nem? Úgy írjuk, úgy van leírva. Megijedt. Miért ijedt? Hát királyok szoktak megijedni. Hát a hatalom a kezükben van, nem? Hadsereg, meg minden, stb. Szoktak megijedni a királyok? De ez a király megijedt. Drága testvéreim, akkor, amikor az Úr Jézus meg fog jelenni a felhőkön, vajon a mai élő ember nem fog megijedni? Mert úgy van feljegyezve egy másik szövegbe, hogy rohannak a sziklákhoz, a hegyekhez, félelmükbe, ijegységükbe, és mit kiáltanak? De ez a három fiatalember nem szalad sehova. Nem szalad sehova. Nem kiabált semmihez, senkihez. Miért? Mert tudták, hogy kinek szolgálnak. Így van? Vajon én, mi tudjuk, hogy kinek szolgálunk? Vajon néha nem ijedünk meg mi is? Annak ellenére, hogy még nincs, tehát nem követ az üldöze is. Még nem vagyunk szorult helyzetben. Néha nem szoktunk megijedni annak ellenére. Tessék? Nem vesz vajon hatalmába a kétségbeesés? Hát hogyan tovább? Hát miért kellett megtörténnie? Hogyan mássza ki belőle? Ezek a gondolatok néha nem foglalkoztatnak bennünket. Testvérem, nem kell elszaladjunk a hegyekhez, sem a sziklákhoz, hanem van egy Isten.
Mert ha te hűséges vagy az Istenhez, akkor te meglátod az ő hatalmát, az ő erejét, az ő gondviselését, mert tudod, hogy kinek szolgálsz. És nem kell felted azt a kérdést, hát hol van az Isten? Az Isten a te életedben van, mert neki szolgálsz. És te ezt látod és érzed a te életedben. Nem kell feltenni a kérdést. És ez a három fiatalember nyugodt volt. Nem érdekelte őket a tűz. És ha tovább megyünk, mit mond a király? Vagy én nem látok jól, fel kell tegyem a szemüveget, hát nem hármat dobtunk be? Hát nem hármat dobtunk be. És négyen járkálnak. És az egyik olyan, mint Isten fia. Hol van az Isten? Ha vele élsz, ott van veled. Ott van veled, és megóv téged. Azt mondja, hogy a kötelek lehullottak, megemésztette a tűz. A füst nem járta át. Nem ért hozzá a tűz. Kihez ért a tűz? Kihez? Az ellenséghez. Az ellenséget emésztette meg. Mert Isten nem szereti azt, hogy az övéit üldözik. Halálra ítélik. Drága testvérem, a bűn minket is halálra ítélt. De Isten ott van a te életedbe, és képes ugyanazt megtenni velem, és veled, amit megtette vele a három fiatal emberrel. Azok, akik Isten nélkül élnek, nyugtalanok. És ezért van az, hogy ez a kérdés ma is szerepel, hogy hol van az Isten? Hol van Mózes? Elment, nincs köztünk. Hát ki vezet minket? Hol van? Ugye? Kétségbeesés. Ha nem tudod, hogy hol van az Isten, és nem látod a te életedben, el vagy veszve. De van egy út, amit meg kell találnod. Amit meg kell találnod, hogy a te lelki békéd megtaláld a te lelki békédet. Ezért van az, hogy nem idegen tűzzel játszani, hanem egy ima életet, egy odaszentelő életet kell éljek, éljél, hogy lássam és lássad az Istent, az én is a te életedben. Akkor, amikor ezt tapasztalni fogod, boldog ember leszel, és többet ez a kétség, ez a kérdés nem fog téged gyötörni, vagy foglalkoztatni, hogy hol van. Mert tudni fogod, hogy ott van a te szívedbe, a te életedbe, és vezeti a te életedet. Hát segítsen meg a jó Isten bennünket. Még akartam volna sokat, hát nem épp olyan sokat, de az idő látom nagyon rohan. Hogy kivegyük ezekből a versekből a tanulságot. Drága testvérem, ha Isten téged felkent, mint gyermeke, hogy menj és hirdesd az ő evangéliumát, és tégy tanítványá mindenkit, és megkereszteld az ő nevében, akkor tedd hűségesen. Tegyük hűségesen az idejárásunkat. Tegyük hűségessé az életünket, a mindennapi életünket, hogy Istent lássuk és érezzük a mi mindennapi életünkbe, hogy lássuk az ő óvó karját, az ő áldását, hogy ő valóban vezet minket, és mindenből kivezet. Jöhet bármilyen szenvedés, jöhet bármilyen próba az életünkben. Ha te látod Jézust a te életedben, boldog ember vagy.
Mert ez a három fiatalember nem a tűzzel foglalkozott, hanem érezte és tudta, hogy Isten ott van az ő életükben, az ő szívükbe. Segítsen meg Isten bennünket addig, ameddig nem lesz késő, hogy ne a kövekhez és a hegyekhez szaladjunk, hanem tapasztaljuk meg, érezzük meg, és úgy éljük, hogy lássuk a mi életünkben az Istent. Erre segítsen meg bennünket. Amen.
Uraim! Hálásak lehetünk Istennek ezen békés délutáni óráért, és köszönjük, hogy ilyen szép programmal megörvendeztettek bennünket. Istennek legyen áldva érette. Zárjuk délután Isten tiszteletünket, és énekeljük együtt a 344-es számú éneket. 344. Amíg az orgonista az ének dallamát játsz, összegyűjtjük önkéntes adományunkat. Jó atyánk, nem tudjuk eléggé megköszönni áldásodat, amivel elhalmoztál ezen délutáni órában. Köszönjük neked, hogy figyelmeztettél bennünket, hogy le ne térjünk arról az útról, amit te előttünk kitapostál. Köszönjük neked, Urunk, hogy te szeretsz bennünket, és te azt akarod, hogy a mi életünkbe élj, hogy vezethess bennünket békében, szeretetben, ebben a gonosz világban, amelyben élünk. Ez a mi óhajunk, Urunk, hogy te légy a mi Istenünk, és segíts meg, hogy soha idegen tűzzel ne járjunk, csak mind azzal, amire te megtanítottál bennünket. Segíts meg, Urunk, hogy ezen az úton végig menjünk. Mert nem könnyű,
Ezért kérjük a te segítségedet, Urunk, hogy soha el ne hagyj bennünket. Tekints családainkra és mindazokra, akik eltértek tőled, hogy még nem késő, fordítsd vissza őket is, hogy amikor eljössz a felhőkön, hiánytalanul abban a nagy csapatban legyünk, akit te el akarsz vinni abba az országban, amit készítettél a tiédnek. Szeretünk téged, és azt akarunk, hogy ezen a héten is légy velünk, te vezérelj bennünket, te áldjál meg bennünket, te add meg nekünk a mindennapit, és azt, amire szükségünk van, ezért áldunk és magasztalunk téged örökké, mert méltó vagy rá. Amen.